hirdetje a 924-es évből a Modena városának templomi könyörgése. A magyarok nyilaitól ments meg uram minket! Minden lovasi jászat tanulása először földről történik, párhuzamosan a lovaglás tanulásával, és a kettők összerakva lovasi jász lesz a tankból. Látunk előrelövést, kalajon, hátralövést, lovagló állásból, szépen hosszomba előre, tekvelövést, azért kell megtanulni, mert a 40-50 km-es sebessége a szárkúz alatt és a menet szél, ha nem jó a technikája, az jásznak lefújja, kezéről a veszély, és más nem használhatja. Viszont így ugyanolyan veszélyes fegyver, mint bármilyen más lőfegyver, vagy kés, vagy szabja. Hanem csak a csillagot, és ugye majd látjuk, hogy és egymással szinkronban adják le pontos lövéseiket. A két halomkerék formáció a pozsonyi csata egyik győztes hadművelete volt, az teljesen felőrélték a középhadat, és a fősereg szét tudta zilálni őket. Közéjük rontva. El voltak hozva a jobb és bal közösi jászok, és ezért a két malomkerékkel tudták támadni az ellenséget. Aztán lehetett egyenként szépen egymás után leküzdeni az ellenfelet. Fentüljön a díj, sűrítsen a vesző a tűz mellett, de türelmes munkával fegyelemre lehet őket szoktatni, és meg lehet tanítani, hogy végésen fogadják hozzáig utasításait.